Kerítést építettek a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal szakgimnáziumának udvara köré. Szabóné Lipkovics Ildikó intézményvezető kérdésünkre elmondta. Az iskolának egy régóta dédelgetett álma valósult meg, hiszen a diákok végre a tanórák közti szünetekben és biztonságban vehetik igénybe az udvart. Az épületet ugye 10 éve vettük birtokba, olyan 350 gyerekkel. Most már bőven 400-an felül vagyunk. Az aulánk nem túl nagy. A szünetbe vagy lyukasórán a gyerekeket nem tudtuk kiengedni, hiszen nem volt egy olyan hely, egy olyan kerítés, ami körbe határolhatta volna az ő mozgásterüket. És lássuk be, azért a középiskolás gyereknek nem elég, ha azt mondod, hogy csak eddig mehetsz, biztos, hogy megpróbál tovább is. Nem akartunk kellemetlenséget a lakótelepnek is, itt a környező házaknak azzal, hogy a középiskolás gyerekek esetleg hangoskodnak. Tehát egyszerűen nem engedtük ki a gyerekeket se lyukasórán, sem szünetben. A gyerekekből ez természetesen ellenérzést váltott ki, poénosan börtönként titulálták az iskolát. Ez indította el bennem is, a kollégáimban azt a vágyat, hogy legyen nekünk egy olyan udvarunk, amit a magunkénak tudhatunk. Az elkerített iskolaudvar gondolata tehát már régen megfogalmazódott a szakgimnázium vezetőségénél, hiszen a diákok érdeke is ezt kívánja. Az egyszerű vadhálós kerítést mindössze egy nap alatt telepítette a kivitelező. Szabóné Lipkovics Ildikó elmondta. Így az udvaron található sportpálya és futópálya köré épült a kerítés, amelynek köszönhetően a testnevelés órák is biztonságosabbá váltak. Az intézményvezető hozzátette. A beruházást az iskola egy jótékonysági bál bevételéből kívánta fedezni, de a fenntartó Máté Szalkai Szakképzési Centrum végül vállalta a költségeket. Elkezdtünk szervezni egy bált. Kerítők bálja, és ebben az épületben az első bálunk volt egyébként, még nem volt alkalom, hogy szerveztünk volna. A báli bevételt szántuk a kerítés megépítésére, de a bál kezdetekor főigazgató Orvostás János úr felajánlotta, hogy mind fenntartó, ő finanszírozza ezt a kerítést, és akkor így a báli bevételt bármi egyébre költheti az iskola, a tantestület és a gyerekek. Kerestünk is egy kis pénzt, ez a kerítés valóban meg is épült, valóban ki is fizette a fenntartó, amit ezúton is köszönünk nekik, és hát most nyár van, most egy pici csend, a gyerekek éppen ma töltik, a gyakorlatozó gyerekek ma töltik utoljára itt a napjukat, és ők is elmennek szabadságra. A kollégák is megkezdik jövő hétfőn a szabadságokat tölteni, sőt, talán még én is el tudok menni szabadságra. Tehát most nyáron egy pici csend lesz az iskola környékén, de tervezünk dolgokat az udvarra. Szeretnénk, ha kijön 30 gyerek egyszer, akkor legyenek padok, ahova le tudnak ülni. Tervezünk szalonasütőhelyet, hogyha egy osztály szeretne csapatot építeni, akkor ne kelljen elmennie az iskolából. Tehát, hogy valamelyest a tanórán kívüli foglalkozást ezzel az udvarral is segítsük. Az intézmény jótékonysági báján befolyt összeget tehát így nem kellett a kerítés építésére költeni. Ehelyett pedig az iskolaudvar barátságosabb átételére, csinosítgatására fordítják azt, hogy a diákok kellemes környezetben vehessék igénybe a számukra kialakított területet. Padokat, pici kis fillagúriákat, szalonasütőket tervezünk a bevételből vásárolni, hogy a gyerkőcök ezt használni tudják, illetve néhány növényt is, hogy barátságosabb legyen. Mert hát ez a kerítés valóban nem barátságos, én is belátom. De vannak terveink, tehát megpróbáljuk majd esetleg egy gyorsan növő sövénnyel körbeültetni, és akkor sokkal barátságosabb lesz. A gyerekek és biztosan a szülők fognak hozni növényeket, sőt a városlakóktól is szívesen fogadunk olyan növényt, ami már nem fér a kertjükben. A Tótházas pár tavasszal rendezte a kertjét, és hozott vagy 6 orgonabokrot, szépen megmaradtak, tehát ez is mindenképpen az udvar dísze lesz. Így, hogy körbe kerítettük, körbe zártuk ezt a területet, én bízom benne, hogy a gyerekek is, kollégák is inkább a magukénak fogják érezni, és csinosítgatni fogják, szépítgetni, hogy minél jobban érezhessük itt magunkat.
Hamarosan tehát esztétikailag is megújul a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal szakgimnáziumának udvara. Szabóné Lipkovics Ildikó elmondása szerint az iskola hosszú távú tervei között az is szerepel, hogy a szabadtéri sportpálya modernizálásával a testnevelési órákat is színvonalasabbá tegyék.